Mellettem ül Vastag Tamás, őrült hangulatban. Szia Tamás! Sziasztok, Ali! Mesélj, hogy érzed magad? Hát igazából nem olyan nagyon rég érkeztem, és még barátkozom a helyen, meg kell mondjam őszintén. Nagyon jó, nagyon elegáns, nagyon exkluzív. Sokan vannak. Most készülsz az érettségére nagy erőkkel, hogy áll a felkészülésed? Áll az ének egyelőre nagyon jól. Most éppen a próba érettséget írogatom így minden nap. Kell egy kis lazítás, erre jó ez a mai este is. Azt még áruld el nekünk, legközelebb hol fogsz föllépni? Legközelebb Zalaegerszegen, egy ilyen nagy X-faktor gála is ott. És az éjszakai számítógépes játékok még mennek? Nem igazán. Ha hazaérek, általában aludni szoktam, ez az új szenvedélybetegségem, alszom. Itt Pesten jól érzed magad a saját albérletedbe? Kialakult már a mindennapi életed? Mondhatom azt, hogy talán igen. Egész jól érzem magam, viszont igyekszem megteremteni egy kicsit a saját otthonomat, Veszprémet próbálom felhozni ide Budapestre. Hála az égnek, abban a szerencsésedben vagyok, hogy nagyon sok barátom, akikkel együtt jártam annak idején iskolába, most itt tanulnak fent Pesten, és együtt találkozhatom velük, és tényleg ilyen családias légkörben töltöm a mindennapjaimat. Jó volt veled beszélgetni, köszönöm szépen az Én köszönöm, sziasztok!